napi déli időszakban ekkora élményben részesülhet, hogy egyszerre érezzük azt, hogy a fülünk, a hallásunk, a szép irányt, a szívünk, a lelkünk, a szemünk, úgy szintén a szép irányt megnyitható egy hétköznap fél egykor is. Ez pedig köszönhető annak elsősorban Kovács Ferenc tanár úrnak, aki évekkel ezelőtt megálmodta, hogy ezen a folyosón ne csak a képtár működjék, hanem egy galéria is. Egy időszaki kiállításoknak mindenkor helyet adó galéria, ahol egy tanévben átlagosan 4-5 alkalommal szoktunk szebbnél szebb kiállításokban örömködni. Ennek a tanévnek, a 14-15-ös tanévnek az első kiállítás megnyitóján vagyunk. Amikor ezt Feri előkészítette, akkor azzal a körültekintéssel, amellyel ő szokta, akkor különösen örültem annak, hogy egy olyan művésztanárnak adhatunk helyet a tanév első kiállításán, aki balasis diák volt. Tehát nem csak a gyökereik kötik Balassagyarmathoz, helyi születésű Bánk Éva tanárnő, azt hiszem, hogy szabad így mondanom, hiszen évtizedeket töltött azzal, ami szerintem a legszebb hivatás, hogy benneteket, titeket a szépre és a jóra nyitogassunk. Tehát itt a Balassiban végzett, itt érettségizett, és most gyönyörű képeivel talált ide vissza volt alma máterében. Úgyhogy nagyon szeretettel köszöntjük tanárnőt a körünkben. És mondtam, hogy ez nem csak a szépnek, tehát nem csak látványként gyönyörű ez a néhány perc, amit itt töltünk, hanem köszönhetjük a mi művész diákjainknak, jelen esetben Kanyu András két tanítványának, akik a fuvola mesterségét már tényleg olyan professzionálisan űzik, hogy versenyről versenyre egyre nagyobb eséllyel mutatják meg a tehetségüket. A két tanítvány Gere Anna, akinek a hangja is gyönyörű, nem csak a hangszeren játszik, és nem tudom, Boginak nem ismerem ezt a képességét, de valószínűleg, hogy Papp Bogi is szépen énekel. Igen. Tehát tőlük hallottuk most Mozart Rondó című tételét, és most én nagy-nagy tisztelettel, miközben kérlek benneteket, hogy halló közelségbe gyertek onnan hátul is. Nagy tisztelettel adom át a szót Kovács Ferenc tanárunknak, aki emberileg és szakmailag is megnyitja ezt a kiállítást. Hát 55 évvel ezelőtt mi voltával, hogyha valaki meg akarja nézni, itt van a tablója innen 4 méterre. Bánk Éva néven, érettségizett, Németh Béla bácsi volt az osztályfőnöke, sajnos a tanárok közül, akik tanították, nincsenek. Farkas Andrásné él, de hát a történelmet az Béla bácsi tanította, Söki bácsi, ugye, ismerjük a régi nevén. 2 héttel ezelőtt tartották a 55 éves érettségi találkozójukat. Második alkalommal rendezünk 55 éves találkozóval kapcsolódóan kiállítást. Pontosan 2 évvel ezelőtt Benkó Csé Gyula, Benkó Csaba Gyula, aki szintén itt érettségizett, neki is kiállítottuk a képeit. Ő is festészettel is foglalkozik. Végigként szeretettel üdvözöljük egyébként. 1 évjárat vagyunk, vannak itt évfolyamtársak is, osztálytársak is, általános iskolai osztálytársak. Ő maga egyébként akkor Rákóczi Ferenc általános iskolának nevezett oskolába járt, amit időnként majdnem elöntött az ipoly. 64-ben volt olyan árvíz, hogy a földszinti termekbe csak gumicsizmába lehetett venni. És itt érettségizett pontosan 59-ben. Én is akkor érettségiztem. Nem ismertük egymást, én tanítóképzős voltam. Kertész Gábor volt osztálytársam, de hát ő már jobban emlékszik rá különben, biztos jobb kapcsolatai voltak. Én Farkas András azt írta, hogy gátlások, görcsös kínja sorvasztott a tablónkra, ő festette a tablónkat, meg lehet nézni a Szent Györgyi iskolában. Na, én nem akarok nagyon sokat beszélni, mert még Évikének is át fogom adni a mikrofont különben, hagy valljon ő a maga képeiről, hogy hogy születnek ezek az alkotások, de azért néhány bevezetőt hagy mondjak el. Hagy kezdjen egy Baudelaire idézettel, Charles Baudelaire, 19. század közepének. Nagy festő is lehetett volna, de ő még nagyobb költő akart lenni. Csodálatos elemzéseket írt a párizsi szalonról. A híres
korszakfordító versének az a címe, hogy kapcsolat, korrespondencia. Templom a természet. Élő oszlopai szavakat morolnak összesúgva. Jelképek erdején visz az ember útja, s a vendéget szemünk barátként figyel, ahogy a távoli visszhangok egyberémnek valami titkos és mély egység tengerén, egymásba csendül a szín, a hang és az illat. Illat. Az illatok költőjének is nevezték, meg a felhők költőjének is. Tulajdonképpen a szimbolista körtészet tőle kezdődik. Ő volt az utolsó klasszikus formájában, tartalmában meg az első modern. Romlás virágai, Fleur du Mal jelent meg, tényleg azt mondta, hogy koszorús körtők már felosztották a költészet tartományait, neki a romlásba kellett a virágokat megtalálni, ugye templom a természet. Most ebbe a templomba nyertünk. Az élő oszlopok itt vannak például, fák, és ezek beszélnek különben. Az illatot is értük, a szőlő az teljesen megítette, mert a bort is dicsőíti, meg a szőlőt is dicsőíti, meg a borvidéket is, ennek itt van az aktualitása. Én nem akarok egyébként a képekről beszélni, azért hagyj említsem meg, hogy van egy érdekes képe, ami tulajdonképpen montás. Isonzó. És ebben is rokonok vagyunk, az én nagyapám is ott harcolt, csak egy pár kilométerrel alé, ő a Pia rémelet. Isonzó, az mondjuk most Szlovéniához van, nagyon közel az olasz-szlovén határon. Hát ott védte meg a monarchia, a királyi Magyarország a függetlenségét. Nagyapám 3 évig volt, gondolom, hogy a Évike nagyapja is. És akkor oda montírozott a fotó, képre a repülőgépet az festette különben, egy ilyen két dugraszárnyú repülőgép, egy motoros, hát korabeli harci eszközöket, meg a lövészárok ott van. És az teljesen hiteles. A többi kép az vagy ecsettel, vagy krétával készült, erről majd így részletesen beszél. Megmondom, hogy mi a legfőbb értéke ezeknek a képnek. A mai képzőművészek helyüket nem találva az absztrakt, non-figuratív képeknek a garmadáját, hogy az ember nem tudja, hogy mit is akarnak ábrázolni. Kandinszkinak egyszer fordítva volt a képe, és kiderült, hogy neki sokkal jobban tetszett, mint az eredeti. Nem akarom ezt részletesen. Évike azért nem szakadt el a figuralitásról. Mondjuk azt, hogy teljesen. Egy picit talán a szürrealista megcsapta, az első szürrealista verset is Baudelaire-t a párizsi álom, egy ópium mámor után átmutatott éjszakának az élményeit írta le, és egy picit talán, tehát az abstrakció felé azért kemény lépéseket tesz, ezt én úgy nevezném, hogy allúzió, sejtett bizonyos dolgokat, nem bontja ki teljesen a szemlélő aktivitására épít. Na most még egyszer, jelképek erdején visz az ember útja. Ezek egyúttal jelképek is, szimbólumok. Tulajdonképpen Baudelaire az körtészetbe, aztán később járt először Baudelaire, aztán Verlaine, aztán ugye Rimbaud, ő megszabta a magánhangozók színértékét, Apollinérnél a csúcsot érje, a festészetbe jelentkezik. Ezek sokkal többet mondanak, mint amennyi a képen van. Érdemes gondolkodni rajta. Tehát akkor fejeződik be majd, amikor a megnyitásnak végén, és akkor figyelmesen megnézzük, és akkor olyan asszociációk jutnak az embernek az eszébe, a tudatalattit próbálja felszabadítani. És ugye a természet. A természet az ő ihletője. Petőfi hogyan is írta? A Tisza. A Tisza is megjelenik a képeken, nem is egy képen, hogy ott a némán mozdulaton látom, mintha földbe gyökerezett volna lábam, ugye amikor már korsaját a pórmenecske telemerítette, lelkem édes némávorba szédült a természet örök szépségétől, és akkor most jön a legszebb, ó természet, dicső természet, mennyel merne versenyezni véled, nem mondom tovább, mindannyian ismerjük, mert ez kötelező volt, és azért a költők is versenyeztek a természet. Tehát Petőfinek csodálatos természetleíró versei vannak, most ez csodálatos. A műterme a természet volt, majd hogy készült. Még egy érdekes műfajról szól, a vitrínbe raktunk néhány mandalát.
Mandala nem biztos, hogy mindenkinek mond valamit, buddhista, a hindu vallás hívei meditáció alkalmával előveszik a mandalájukat, ami textilre festenek, vagy papírra, vagy a tibeti buddhisták a homokba rajzolják, és mikor a vége van a szertartásnak, az elmúlást szimbolizálva össze is kavarják különben. A mértani alapnak a legtökéletesebb forma a kör. Ebbe rendezik bele a különböző elsősorban háromszögletű alapú gyakorlatokat, és akkor a természet és az ember tudatalattinak az egységét próbálják megtalálni meditációnak. Jung, a Freud tanítvány, Über mandala szimbolika. Azt hiszem, hogy ez a cím, a németül, aki tud, az elolvashatja különben. Egy könyvet szentelt ennek az egésznek, az európai művészek a 20. században előszeretettel fordulnak. A tavaszi tárlatra emlékszünk, volt a kis Récsábi fiunk, aki mandalát is készített. Tehát Récságon van egy tűzománckör, Bóna Zsombor, eszembe jutott a neve különben. Nem is tudom, hogy ki az osztály. Főnöke, na mindegy. A apja Várszegi Andrea itt a Balasiban érettségizett. Hát ő meg most ide jár az iskolába. Köszönöm az igazgatónőnek, hogy lehetőséget adódott arra, hogy a szülővárosomban, és akkor a gimnáziumban, ahol 4 kellemes évet töltöttem és érettségiztem, elhozhattam a képeimet. Köszönöm Kovács Ferenc kollégámnak, évfolyamtársamnak, hogy nagy hozzáértéssel megrendezte ezt a kiállítást. Közösen rendeztem. Jó, akkor közösen. Na magamról annyit, hogy én általános iskolában rajzoltam utoljára. Attól kezdve nem. Ide a gimnáziumban, reál tagozatú osztályba jártam, nem volt sem művészettörténet, se rajzóra, csak ábrázoló geometria, Kis István tanárnak tanította. Talán a térlátásunkhoz hozzájárulhatott ez az ábrázoló geometria tanulás. Most utána eszembe se jutott, hogy fesse vagy rajzolja. És amikor nyugdíjba készültem, akkor azt mondtam férjem, hogy kellene neked találni valami olyan elfoglaltságot, ami a hasznodra van, ha elmész nyugdíjba. És megkezdtem gondolkozni, mi lehet az. Olyat találtam magamnak, amit először is, amit megcsinálok, látom. Tapasztalatom, megtapíthatom, javíthatom, értékelhetem, és hogyha kell, kidobhatom. És így jutottam el ahhoz, hogy festeni és rajzolni fogok. Beiratkoztam Budapesten a gimnáziumom mellett a 13. kerületbe, a Moholy Nagy képzőművész stúdióba. Ott tanultam Németh Ágnesnál éveken keresztül rajzolni és festeni. Onnan átmentem a Dávid képzőművész szabadiskolába, ott tanultam tovább. És utána, egy idő után elég volt nekem a sok portrét rajzolni meg, mesztelen nőket rajzolni meg, férfiakat, stb. Elhatároztam, hogy most már nem járok tovább, megtanultam az alap dolgokat, tehát megtanultam rajzolni, az ecsetkezelést megtanultam, megtanultam azt, hogy kell kikeverni a festékeket, most csak a saját keftelésemre, lelki békén biztosítására fogok rajzolni és festeni. Viszont nyaranta, annak a, mind a Moholynak, mind a Dávidnak nyaranta rendeztek a természetbe továbbképző úgynevezett nyári festőtáborokat, ahol művész tanárok segítettek nekünk technikai téren tovább lépni a festészet területén. 2009-ben felvettek az Országos Képző és Iparművészeti Társulatba, és most már annak a festőtáboraiba is járok, de a legjobb tábor, ahol már 7 éve minden nyáron 10 napot töltök, a Sarrodon van. A Sarrod az fertőddel összeépült község, ahol van egy Ferenczi József nemzetközi alkotó és művész tábor. Az alkotó azt jelenti, hogy nem csak festünk, hanem a mandalákat tanultam megkészíteni, vagy a tűzománc ékszereket, vagy a most a nyáron a
kőre festést ott tanultam, aztán korongozunk, akkor a Feltőtónak a sás nádjából összetekerés után csináltunk lábtörlőt, tehát úgynevezett alkotás. Na most Sarród azért jó, és ott tanultam a legtöbbet, mert ott több művész tanít minket abban a 10 napban. Mindegyik valami másra, mindegyik valami más technikát, vagy valami látásmódváltozást magyaráz. Na most, hogy rajzolok le egy tájképet? Ugyanis ugye tájba járunk ki ezekkel a nyári festőtáborokkal. Na úgy rajzolok le egy kép, egy tájképet, hogy meg kikeresem a tájba azt a részt, ami nekem úgy tetszik, amit le fogok rajzolni. Mint például itt ez. Azt szépen képzeletben egy kereten körbeveszem. Ez lesz ez a rész, amit meg fogok festeni. Utána átlósan meghúzom szintén képzeletben, és betagosítom. Tehát itt van az átló, betagosítom, hogy mi körülbelül hol lehet. Utána a ceruza, akkor előttem van a papír vagy a vászon, ceruzával, mintha egy üveg lenne előttem, így végighúzom, hogy amivel meg tudom állapítani, hogy mi milyen távolságra van, vagy milyen a dolgok közötti különbség. Ugye érthető, hogy miket mondok. Utána skiccelem a papírra, vagy a vászonra, és aztán kezdem el festeni. Na most milyen képeket festek? Ott elő látni, olajképeket. Olajjal könnyű festeni, egy hibája van csak, hogy nehezen szárad, de nagyon könnyű. És hogyha pasztelkéssel vagy vastag ecsettel több részt adunk rá, akkor kicsit plasztikusabbá válik, javítani csak akkor lehet, ha megszárad. Nagyon szeretem ezt a pasztelkrétát. Ez a pasztelkréta most úgynevezett velour papírra készült. Ez a velour papír olyan, mint egy bársony, és nagyon szép szín, a színek nagyon jól kijönnek a kréta segítségével. Viszont nem lehet javítani, nem lehet radírozni, úgyhogy ha valami nem jó belőle, akkor azt levágja az ember. Akkor itt van ez a kép, ez temperával készült. A tempera vízbe oldódó festék, jól lehet vele festeni, gyorsan szárad, javítható, de nekem azért ez elég nehéz. Az olaj, az sokkal könnyebb, és egy ilyen képet egy 3 óra alatt, ha kín vagyok és formában vagyok, akkor meg tudok csinálni. Végül van az akvarell, itt most nem látunk akvarell. Az akvarell az szerintem a legnehezebb, mert az igazi akvarellnek olyan sejtelmesen halványnak kell lenni, mint formában, mint színvilágában, és ezt nagyon nehéz megcsinálni. Van, akinek ez külön tehetsége van, van, akinek nincs. Most divat az akrillal való festés, van itt egy pár akrillép. A akrill eddig idegenkedtem tőle, mert az olaj helyett szokták használni. Ez vízbe oldódik, gyorsan szárad, gyorsan lehet javítani, és nagyon gyorsan elkészül. Na most még arról szeretnék beszélni, hogy én ugye figuratív képeket festek, én ezt tanultam a német Ágnestől mindenhol, ezt tartom értékállónak, mert az absztrakt az, ahogy jön, olyan gyorsan el is tűnhet. Ezek a képek, ebben itt mondtam, barátos van, szürrealizmus, ez azt jelenti, ez az én látásmódom, én így látom a szőlőt, ami egy csodálatos valami, amiből a vörös szőlőből a jó vörösbor, ami antioxidáns, és még a szívbetegeknek is a gyógyszereit úgy szokták összerakni, hogy napi 2 deci vörösbort beiktatnak a gyógyszer adagolásba. És végül a szőlőnek a héjából van a jó magyar pálinka, amit mi különösen Magyarországon nagyon jól tudjuk csinálni és szeretjük. Na most van még 2 technikai dolog, amiket tanultam Sarródtól. Az egyik technikai dolog, az pont itt van, de ott hátrább is lehet látni ez a kép. Ez azt jelenti, hogy a következő képen készült.
először a papírra akvarellel egy alapot lefestettük. Utána gyertyát megolvasztottuk, teljesen folyékony rágnyal, és akkor utána egy vastag ecsettel azt a színes viaszt rákentük egyszer a már előkészített akvarelles papírra. És meg kellett várni, míg a viaszt megszárad. Utána lehet a figurát ráfesteni, méghozzá pasztell, nem pasztellen, hanem ezzel a... Na, most fogtam az előre. Akvarell, nem az akvarellel. Temperával. Bocsánat, hogy csak sietek egy kicsit. Temperával ráhajzoltam a figurákat, és utána csavarhúzóval végighúztam az egészet úgy, ahogy kialakuljonak a formák, vagy kialakuljon a felhő részlete, vagy a folyó, vagy stb. Stb. És ettől olyan érdekessé válik az egész kép. Itt több ilyen van, kicsit munkás, de valami extrává változik az által. Végül a legkedvencebb képen az ott van hátul, Ipoly parton látható az 1950-es végén, évek végén, nem az Ipoly parton, a Nyíriesi tó partján, hogy bementünk az anyám a barátnőjével, én az én barátnőmmel, próbálunk bemenni a tóba, és ez úgy készült modellül, hogy egy pausz papírra rajzoltam rá fénykép után a négy alapot tollal, utána színes ceruzával mind a pauszpapír elejét, mind a pauszpapír hátát színes ceruzával megfestettem kékre, majd pedig filc tollal a tó partján lévő növényeket és az altalaj. De mindkét oldalán, ha meglátjátok, akkor látszik, hogy egy kicsit olyan sejtelmes, és jobban látszik az a két dimenzió, ami a festészet. Ez a két új dolog. Most vannak még új terveim, fa táncsnak a rajzlapra való rálakása, és akkor lesz egy fa táncsnak a lenyomata, és majd azon meg fogok csinálni. Mandala. Mandala, igen. A mandala, nem sokat tudok róla mondani, mert annyi sok szakszóból áll, hogy azt már nyugdíjas koromban nem tudom megjegyezni. Na most a mandala az görögök, rómaiak, japánok, kínaiak készítik, díszítő elemetként is szerepel, mert náluk például a magyar történelemben az a, amiben a tűzszerszámot tartották az ős magyarok, az a tarsolylemez, az is díszítő elem tulajdonképpen, és a mandaláról készült negatív könyvek azt mind földolgozzák, azt is ismertetik. Na hát, a díszítő elem például mandala a gótikus templomoknak a ablakrózsája, az is mandala. Most a mandalában az a gyógyító elem, amit Jung is alkalmazott, hogy forma világa és maga kerek vissza, tehát visszamegy a kör a maga momentumába, visszatér, és benne azok a geometriai formák és a színeknek az együttese együtt ad valami nyugtatást az embernek. Sőt, van olyan szép mandala, amit ha nézünk középen, akkor egyszer csak mozgásra lent. Én azért csinálom, mert engem megnyugtat. És nagyon szép is. Ha nagyon fáradt vagyok, leülök, csinálok egy mandalát, és már mindjárt jobb kedvem van. Na most még két gondolattal szeretném befejezni. Az egyik az, hogy Leonardo da Vincinek volt most 500-valahányadik születési évfordulója, és őtőle olvastam azt, hogy a művészeti ágak közül ő szerinte a festészet a legkifejezőbb. Két dimenzióból áll, árnyék és fénnyel dolgozik, de ha ránézünk, itt is látjuk rögtön, hogy egy falusi utca részlet van. Jó kis hangulata lipákkal. Tehát rögtön az ember látja, hogy mit akar az alkotó kifejezni. Sokkal hamarabb megérti, mint egy szobrásznak a szobrát. A harmadik művészeti ág a zene. A zene csodálatos, de tűnéken, eltűnik hamar. És végül a vers. A vers hosszú,
szavaknak hosszú együttese, mint térben, mint időben, és végül a végén tudjuk meg, hogy a költő mit akar nekünk üzenni. Most én is akarok valamit üzenni, méghozzá Babits Mihálynak a Esti kérdés című verse, az az én kedvenc versem. 27 éves volt, mikor írta, a vers 53 sorból áll, úgynevezett versmondat. Tehát a végén van csak pont, gyönyörű közel és távoli képek a világról, mind nagyon szép kép, jelzők sokasságával, és a végén megkérdezi a költő, hogy és miért él az ember? Miért él az ember, hogyha tudja, hogy meg fog halni? És a vers eleje megadja rá választ, azért él, hogy élj az életét. Sok szép dolog van az életben, szebbnél szebb dolog, mint hogy a jelző szerkezeteivel leírja. És ezt az életet élni kell, amíg itt vendégként itt vagyunk a Földön. Tehát a szépet kell keresni. Én még hozzáteszem, én, Pánk Éva, nem is kell félni az élettől. Nem szabad félni. Akkor nem jön annyi baj. A természet vibráló, változó világából kiragadott mozdulatok, csak nézzük meg egy béka, vagy egy virág, vagy egy fa, vagy kacsám, vagy vadkacsa, ezek mind minket megnyugtatnak. Na most befejezésünk, mivel a igazi műszternek a természet, és aki a legszebb verseket írta a természetről, Áprili Lajos nemrég volt születésének évfordulója, meg halálának, és egyébként Jékely Zoltán költő fia, Bálmadasnak volt az igazgatója egyébként, és akkor vonult nyugdíjba, amikor felső hatóságok arra kényszerítették, hogy két zsidó gyereket távolítson el, és akkor felépítette Szent György pusztán a maga erdélyi stílusú házát. A természetről olyan szép verseket talán senki. Amikor Kondor Bélát megkérték, hogy az egyik kötetének a címlapját tervezze meg, és a verseivel ismerkedett, azt mondta, hogy tiszta költő, tiszta ember. Éke festményeiből is a tisztaságának, a mélységes természet szeretet. Áprili Lajos is panteisztikusan tisztelte, szerette a természetet. És akkor nagyon sok versét lehetne elmondani, körülbelül vagy 20-at tudok könyvékül, de egyiket, ahol talán a leginkább egy himnusz a természet szeretetéről, az a címe, hogy a csavargó halálra gondol. Uram, a tél bevert a templomodba. Álltam vaspántos portádon benn, s ámulva néztem botrafont kezemre, sugárban ömlő fényességedet. Térdelt a nép, én álltam egyedül. Úgy hallgattam, amit beszélt papod. Ez világot szívedből megutáljad, s úgy menj ki belőle vesztel. Uram, ezt te így nem akarhatod. Tudom, hogy földed nagy területéből egyetlen barlangod jutott nekem, s megreng az is, ha viharod zenéje végigrobajlik fenn a tölgyeken. De ha tavaszod jő, enyém az erdő. És jó hozzám az erdő, ennem ad. Rigó szavaddal kelt a kora reggel, s odvamba surran este, sünfiad. Gazdám a nyár, az ősszel volt levéllel, új őszig, minden gondot eltemet. Mezítlabjárom harmatos meződet, s verőfényet fürözti mellemet. S ha kóborolni hajt a nyugtalanság, s nótázva fut mellettem patakod, kurjantva köszöntöm kék lakásod, fütyörészem, s uram, te hallgatod. Zöld asztalon vagy gyümölcs az étel, otthon kínáló tűz nem int felé, de mondd, volt-e valaha szép világod valakié úgy, ahogy az enyém? Ha menni kell, rongyruhámat
vállamról egy rándítással elhullatható. Saruim szíja se marad vele. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint, egészen mesztelen.